Jó reggelt kívánok! 2022. október 6-án, nemzeti gyásznapon, emléknapunkon. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, megköszönjük neked azt, hogy van kikre emlékeznünk, hogy szabad országban élhetünk, hogy az igazi szabadság az nálad van, mert ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Köszönjük, amikor érezhetjük Szent Lelked jelenlétét. Urunk, Te adsz olyan emléknapokat, amelyek nem az örömről szólnak, mégis hálaadással tekinthetünk vissza, és olyan jó tudni azt, hogy az áldozat nem fölösleges. Nem fölösleges, hiszen az Úr Jézus Krisztus meghalt értünk, és ő a tökéletes áldozat, aki által gyermekeid lehetünk. Add, hogy tudjunk mindent a Te kezedből venni, észrevenni azt, amikor megállítasz, amikor utólag visszatekintve értünk csak meg dolgokat. Addurunk, hogy tudjunk jó döntéseket hozni, és meg is tudjuk azokat cselekedni. Kérünk, hogy most is Te légy velünk, és hogyha jónak látod, szólíts meg minket a Te ígéddel. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen. A mai napra rendelt ószövetségi ige szakaszt olvasom, Mózes második könyve első részét. Név szerint ezek voltak Izrael fiai, akik Egyiptomba mentek Jákobbal, mindegyik a maga háza népével ment. Rúben, Simeon, Lévi és Júda, Isakkar, Zebulon és Benjamin, Dán és Naftali, Gád és Aser. Összesen 70-en voltak, akik Jákobtól származtak. József pedig már Egyiptomban volt. Azután meghalt József és valamennyi testvére, meg az az egész nemzedék. Izrael fiai pedig szaporodtak, gyarapodtak, megsokasodtak, nagyon-nagyon megerősödtek, és megtelt velük az ország. Új király került azonban Egyiptom élére, aki már nem ismerte Józsefet, és ezt mondta népének. Lám, Izrael fiainak népe nagyobb és erősebb, mint mi. Gyertek, bánjunk csak okosan vele, nehogy még jobban megsokasodjon. Mert ha háború támad, ő is ellenségeinkhez csatlakozik, ellenünk harcol, és kivonul az országból. Ezért munkafelügyelőket rendeltek föléjük, hogy kényszermunkával sanyargassák őket. Raktárvárosokat kellett építeniük a fáraó számára, Pitómot és Ramszeszt. De mennél jobban sanyargatták őket, annál inkább sokasodtak és terjeszkedtek, úgyhogy félni kezdtek Izrael fiaitól. Ezért kegyetlenül dolgoztatták az egyiptomiak Izrael fiait. Kemény munkával keserítették az életüket, sárkeveréssel, vályogvetéssel, és mindenféle mezei munkával, mindenféle munkával kegyetlenül dolgoztatták őket. Azután parancsot adott Egyiptom királya a héber bábáknak, az egyiknek Sifra, a másiknak Puá volt a neve, és ezt mondta. Amikor a héber asszonyok szülésénél segédkeztek, figyeljétek a szülés lefolyását. Ha fiú lesz, öljétek meg, ha leány, hagyjátok életben. De a bábák félték az Istent, és nem cselekedtek úgy, ahogyan Egyiptom királya meghagyta nekik, hanem életben hagyták a fiú gyermekeket. Ekkor Egyiptom királya magához hívatta a bábákat, és kérdőre vonta őket. Miért teszitek ezt? Miért hagyjátok életben a fiú gyermekeket? A bábák pedig ezt felelték a fáraónak. Mert a héber asszonyok nem olyanok, mint az egyiptomiak, hanem életerősek. Mire a bába odaér hozzájuk, már meg is szültek. Isten ezért jót tett a bábákkal. A nép pedig sokasodott és igen megerősödött, és mivel a bábák félték az Istent, ő gyermekekkel ajándékozta meg őket. A fáraó ekkor megparancsolta egész népének. Minden újszülött héber fiút dobjatok a Nílusba, csak a lányokat hagyjátok életben. Eddig a felolvasott ige szakasz. Kedves testvéreim, tegnap lezártuk a Mózes első könyvét, Genezis, Börésit, a Teremtés könyve. És most megkezdtük Mózes második könyvét olvasni, amelynek az eredeti elnevezése, Sömót, azaz a nevek, amelyek felsorolásra kerülnek. Ezt később aztán a fő téma alapján kivonulásnak, exodusnak nevezik el, de nem is ez a lényeg. Új idők jönnek és új emberek. Az egész nemzedék eltűnik. Érdekes, hogy Izrael törzsfőiről nem olvasunk semmit, hogy ki mit tett igazából ezután. Csak annyit olvasunk, kik voltak, 70-en voltak, akik Jákobtól származtak, és egyszerűen az egész nemzedék elhal. Nincsenek óriási hősök köztük, végzik a hétköznapi, mindennapi életüket, és talán nem is baj,
hogyha tudunk úgy hűséggel megállni, hogy nem azt várjuk, hogy majd megemlékezzenek rólunk. Miért? Azért, mert már Józsefre sem emlékeznek, nemhogy a 12 törzsnek a vezetőire. A latin azt mondja, sic transit gloria mundi, így múlik el a világ dicsősége. Ami földi, az minden elpusztul. Mi pedig tudjuk azt, hogy a mi igazi hazánk a mennyei Jeruzsálem, és hogy ami itt ezen a földön van, az valójában csak átmeneti. Mert hogy nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt várjuk. Úgy élünk itt a földön, hogy úgy dolgozunk, mintha örökké élnénk, és úgy kell imádkoznunk, mintha a mai napon meghalnánk. Azt végezzük, amit ránk bízott az Isten hűséggel, mint egy jutalmat sem várva érve, érte, mert Isten látja. Látja a naponkénti fáradozásokat, küzdelmeket, imaharcokat. Látja azt, hogy ki milyen fáradtan megy munkahelyére, vagy éppen iskolába. Látja azt, hogy ki mennyire próbálja hűséggel elvégezni mindazt, ami rábízatott. Egyedül neki kell megfelelnünk, és senki másnak. Azt olvassuk, hogy elkezdik sanyargatni Isten népét. Sokasodnak, ezért sanyargatják, ezért aztán még jobban sokasodnak. A mai református igemagyarázat szerint szomorú tapasztalat, hogy az erős gyakran elnyomja a gyengébbet, a hangoskodó túlharsogja a szelíd szavút, az önzés megfojtja a szeretetet, a rossz indulat pedig képes kiforgatni még a legtisztább szándékokat is. Azonban a Szentírás megmutatja, hogy ennek nem muszáj így lennie. Hogyha látjuk ezt, akkor azonban tudnunk kell, hogy az Úr most is ott áll a szelídek, a szívből szeretni tudók és a jóban bízók oldalán, akik neki engedelmeskednek. Amikor a fáraó kegyetlenkezni kezd és próbálja kiirtani őket, akkor azt látjuk, hogy ez így volt már az Óegyházzal is, és azóta is folyamatosan üldözik a kereszténységet. Mi hálát adhatunk azért, hogy szabadon gyakorolhatjuk a hitünket. A döntő bizonyíték az Jézus Krisztus. A szelidet, a tiszta szívűt, a szeretettel teljeset elárulták, megkínozták és halálra adták. És amikor azt gondolták, eltemették, ő mégis feltámadt a halottak közül, és uralkodik azóta is a világ fölött. Ezért te se aggódj. Ha a tisztát és a jót veszi célba a világ benned, és talán a hited miatt hátra tételél. Csak tekints Krisztusra, és akkor a szeretet és a remény annál inkább sokasodni fog benned. A szeretet és a remény. Van itt azonban még két név, amiről olvasunk. Sifra és Pua. Két bába, akik nem engedelmeskednek a fáraó parancsának, mert félik az Istent. Fontosabbnak tartják azt, hogy Isten szerint éljenek, mint az szerint, ami ellenkezik az Isten által adott renddel. Nem elég tudni, hogy mi a jó, meg is kell cselekedni. Október 6-án emlékezünk azokra, akiket Aradon kivégeztek, a 13 aradi vértanúra, és az elbukott szabadságharcra, ami valójában mégsem bukott el. Mert a szívekben győzelmet aratott. Az igazi szabadság mégis az, amikor képesek vagyunk Istennek engedelmeskedni. A szabadság nem az, hogy azt teszem, amit akarok, hanem hogy azt teszem, ami Isten szerint helyes. Ez az igazi szabadság. Azok a hősök meghaltak a nemzetért. Van azonban az Úr Jézus Krisztus, aki ezért az egész világért meghalt. A mai napon ne félj Istentől, hanem féld az Istent, és ne csak tudd, hogy mi a jó, hanem cselekedd is meg. Adjunk hálát együtt azért, hogy olyan országban élhetünk, amelyben szabadság van, amelyben gyakorolhatjuk a hitünket, és amelyben építhetjük az Isten országát, még akkor is, ha tudjuk, hogy mindez, ami földi, az csak átmeneti. Ne féljünk engedelmeskedni annak, amit Isten megmutatott, mert az az egyedül helyes út. És akkor áldás lesz rajtunk, és az növekedik, és sokasodik bennünk, és körülöttünk. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, ez a világ annyira gyarló, önző tud lenni. Olyan sokféle gonoszságot és a másik bántását tudja droppant kreatív módon megvalósítani. Úgy érezzük sokszor, mintha a gonosznak hatalmas térnyelése lenne, és a jó meg elbukna. Urunk, mégsem bukott el a jó. Mert noha ez a világ bizonyos tekintetben a gonosz hatalma alá vettetett, de mi, mint a te gyermekeid,
legyőzzük az Úr Jézus Krisztussal. Te adsz erőt arra, hogy ne csak tudjuk, mi a jó, hanem meg is cselekedjük. Te adsz szabadságot arra, hogy a te akaratod szerint éljünk. Te tudsz egyedül megszabadítani a bűntől, betegségtől, mindenféle nyomorúságtól. Kérünk, Urunk, te gyógyítsd a betegeket, hogy minél előbb felépülhessenek. Te légy a gyászolókkal, hogy megvigasztalódjanak. Te légy a magányosokkal, hogy érezzék jelenlétedet. Te adj hálaadást az örülőknek. Te adj alázatot mindazoknak, akiknek sikereik vannak, és te áld meg a vezetőket, hogy jó döntéseket hozhassanak. Légy velünk, Urunk, minden tekintetben. Rád bízzuk saját magunkat, szeretteinket, családtagjainkat, mindazokat, akik közel állnak hozzánk. Rád bízzuk az anyagi javainkat is. Legyen meg mindenben a te akaratod. Az Úr Jézus Krisztusért, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Áldott napot mindenkinek!